Ezek a felvételek Dunaszentgyörgy közelében készültek a hatos úton szerdán. Jól látszik, hogy szinte teljesen kiégett a motortér műszerfal, megolvadt az autó kormánya. A paksi hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet. Tavaly évben 2020-ban 14-en esetett datára Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, ami a gépjárművekkel kapcsolatos tűzeseteket jelenti. Idén szerencsére eddig még csak egy ugye a tegnapi esethez kellett vonulnia a Tolna megyei tűzoltóknak. Országosan pedig évente közel 5000 autó kap lángra. Az autótüzek oka nem mindig derül ki. Ez lehet elektronikai hiba, szivárgás vagy szándékos gyújtogatás is. A szakemberek azt mondják, a gépjárműveket célszerű azonnal szerelőhöz vinni, ha bármilyen rendellenességet tapasztal a tulajdonos. De ha nincs semmi gond az autóval, akkor is rendszeresen át kell nézetni azt autóvillamossági szakemberrel. Ilyenkor megvizsgálja, hogy mennyire sérültek vagy öregek az elektromos részek, és ha szükséges, cseréli azokat. Továbbá olyan egyszerű, de fontos dologra is érdemes odafigyelnie az autótulajdonosnak, hogy tűzőnapon gyúlékony anyagot, mint például festéket vagy éppen öngyújtót ne hagyjon a járműben. Továbbá nyáron szárazavar fölé inkább ne parkoljon. Ha pedig megtörtént a baj, érdemes óvatosan eljárni, tanácsolja Köves Péter. Az ember élet, valamint az emberi egészség, a testünk egészsége, épsége az, ami a legfontosabb. Tehát először is épségben érdemes a gépjárművet biztonságosan az út mellé leparkolni. A következő az pedig, hogy a segélyhívó, ezt nagyon sok esetben elmondjuk, ez a 112-es segélyhívó, központi segélyhívó szám, ezt tárcsázni kell és hívnunk kell, valamint a kézi porralótól készüljék, mindig jó szolgálatot tesznek. Hirtelen mozdulattal ne nyissuk fel a füstölő motorháztetőt, mert oxigén jut be a motortérbe, amitől az belobbanhat.